Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Ugye a napi égék sorában kapjuk a Máté evangéliumának a szakaszait. A 8. résznél tartunk, tehát befejeztük a hegyi beszédet. Aki velünk együtt olvassa, az tudja, hogy az 5., 6., 7. fejezetben Jézus egy nagyévű etikai, erkölcsi tanítást ad arról, hogy a keresztény embernek hogyan kell érezni, és az érzéseit hogyan kell a mindennapokban megélni. Így kezdődik, hogy boldogok a lelki szegények, és aztán elérkezünk majd a hegyi beszéd végéhez, ugye a hegyi beszéd a 7. fejezettel úgy zárul, hogy az aranyszabály lényegében a zárás, hogy amit szeretnétek, hogy veletek megtegyenek az emberek, hát akkor ti is azt tegyétek. Eljutunk tehát egy olyan etikai magaslatra, ami szabályozza, körülírja a szívbe írt törvényt, mert bennünket már nem a külső körülmények határoznak meg, ugye a 10 parancsolat az fenyeget, ne tégy, ne mondd, ne élj, ne vedd. Ez egy fenyegetés. A törvény arra van, hogy az embert keretek közé szorítsa, ebben van a haszna. Mert addig, ameddig nincs törvény, addig az ember nem tudja, hogy meddig mehet, nem tudja elképzelni, hogy melyik úton jár jól, melyik az, amire azt mondjuk, hogy életre vezet, vagy éppen halálra. A törvénynek mindenképpen van egy ilyen nagyon pozitív, az Ószövetségi törvénynek is egy nagyon pozitív hatása, hogy a kereteket meghatározta. De az ember mindig úgy figyelte a törvényt, hogy hol lehet mégis egy kicsit kijjebb tolni. Ugye ismerjük azt a viccet, amikor ezt a zsidók találták ki, nem véletlen, amikor az van, hogy lejön Mózes a hegyről, ugye ez a vicc, és mondja, hogy van egy jó, meg egy rossz hírem, és akkor, na mi a jó hír? Le tudtam szorítani a parancsolatokat 10-re, és mi a rossz? Így is benne van, hogy ne lopj. De ebben az a lényeg, hogy a 10 parancsolatot is még megpróbálják az emberek újra és újra, nézzük meg, átértelmezni, újra fölfogni, ez az Ószövetségben benne van, hogy igaz, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, de hát az aranyborjú még belefér. Ez a fajta gondolat mutatja, hogy a külső törvény és a mi lelkünk folyamatos harcban van. Ezért azt mondta a profétáink keresztül az Isten, hogy egy új népet adok, és az új népnek az lesz a sajátossága, hogy nem kívülről van, hanem belülről a szív hústáblájára írva az én törvényem. Azaz már nem azért tartom meg a törvényt, mert félek a törvénytől, hanem azért, mert gyönyörködöm benne. Ugye milyen nagy különbség? Amikor nem azért csinálok valamit, ezt egyébként a munkahelyen annyira szeretné minden vezető elérni, hogy azért csinálja az, aki ott dolgozik nála, mert szereti. Nem azért, mert fél, hogy kirúgják, nem kapja meg a fizetést. Az új szövetség ugyanis az a nép, az a csapat, az a közösség, akik belülről a szívük belsejében gyönyörködnek, forgatják az Úr törvényét. Átélik azt a csodát, hogy milyen szép és milyen jó, amiket mond az Isten. Amikor azt mondja az Isten, hogy megemlékezzél a nyugalom napjáról, akkor én azt nem azért teszem meg, mert félek, hogy valamilyen áldástól, valamilyen isteni segítségtől elzárom magam, ha elfelejteném, hanem azért, mert akkor találkozok vele. És ő szeret engem. Az új szövetség népe ez. Jézus Krisztus az ő lelkét adta mindenkinek, ez a pünköst, és ez a lélek az, az isteni lélek, ami belőle írja ezeket a törvényeket a szívünkbe, és ha a szívünkben van, a lelki világunk középpontjában, a lelki világunk kastélyában, akkor onnantól kezdve magunktól tartjuk örömmel, nem kell tőle tartani, nem kell tőle félni, hogy vajon ez a törvény, ez jó vagy rossz, félni kell-e annak a következményeitől. És Jézus ezt a szívbe írt törvényt, a törvénynek, az írott törvénynek a szív szerint való földolgozását írta meg a hegyi beszédben.